Valójában arra kaptunk fölkérést, hogy a világbajnokság mögött az önkénteseket szervezzük meg. Második dolog, hogy ugye 21 néhány specifikáció van, szakterület, ahol csoportba kell teljesíteni. Tehát a TF arra is kapott, hogy a 3500 körüli önkéntes tervezését bonyolítsa, de ezen belül még mondjuk nemesebb vagy nevesebb feladat hívjuk így, hogy a jelentkező önkéntesekből szortírozva, kiválasztva nyelvtudás és a vízisporttal való szakképzettség alapján tudjunk megfelelő létszámot produkálni a VV mögé. Ezért nem csak magam, én a szakkollégiumnak vagyok a vezetője, amely a mozgáskultúrával foglalkozó egyetemeket foglalja össze, ott is a szakképzősöket, és azokat a szakembereket, testnevelő tanárokat, akik a vízisportokkal foglalkoztak, volt célunk mobilizálni. Ezen kívül egy olyan feladatot is végrehajtottuk, hogy a szakmai gyakorlatot is erre a területre át lehet csoportosítani. Így jelen pillanatban kb. 6001 néhány jelentkezőből tudunk, illetve lehetséges választani, ami annyit jelent, hogy garantáltan az a minőség, amit elvárnak a különböző területek, jelen van. Tehát az egyszerűbb utcai és egyéb feladatok mellett a csapatkísérők, anyanyelvi szintű fogadtatása az adott ország kultúrájának ismeretével, illetve gondolja végig az úszodán belüli, mind az úszókkal, mind akár a dopingvizsgálattal, tehát mind a speciális feladatok ellátására kialakultak azok a szakcsoportok, amelyek rendelkezésre állnak. A szakmai tudáson kívül mivel kell rendelkeznie még egy igazán jó önkéntesnek? Őket nem amatőröknek kell tekinteni. Az önkéntesség az pontosan az ellenkezőjét jelenti számomra, amely azt bizonyítja, hogy ezek az emberek a saját szabadságukból, ellenszolgáltatás nélkül, sport szeretetéből elkötelezetten vállalják a feladatot. Hát amit én elmondtam az elébb az előadásomban, 4-5 nagyon fontos dolog, a bizalom kialakítása a kommunikáció színvonalával, a felelősség, az elkötelezettség, az a kisugárzó energia, amivel a feladatot akkor is meg tudják oldani, hogyha a kreativitásukra, illetve nyomás alatti döntőképességükre lesz szükség. Ezen túlmenően egy olyan időt szánjanak erre a tevékenységre, amely életükben visszaemlékezve nem csak élményt, hanem az a legszebb idő, amit úgy áldoztak föl, hogy mondjuk önkéntesség alapon, tehát igazgatói lesznek annak a szakterületnek, amelyet vállaltak, és vezetői felelősséggel kell ezt végigcsinálni. Ezek voltak a legfontosabb paraméterek. A diákoknak mit jelent ez? Mit jelentett ez akár tanulmány szempontjából? Milyen tapasztalatokat szereznek elsősorban? Én azt gondolom, hogy közel kerülhetnek a rendezvényekhez, ez egy maga óriási dolog. Látják az edzők, az úszók, a szakmai tevékenységet, hogy mi szükséges a fölkészülés, fölkészítés, hiszen itt edzések és folyamatok zajlanak. Egy világversenyen a szabadidő eltöltés a versenyzőknek, ebben is belelátnak, mert egyik legnehezebb feladat a versenyszámok között a rehabilitáció, a regeneráció, mondjuk létrehozása vagy gondozása, és azt hiszem az az emberi kapcsolat, amikor látják, hogy egy világnagyság küzdőképességbe, közvetlenségbe, koncentráltságba, fókuszáltságba, nagy teljesítményre hogyan készíti fel önmagát. Ez is óriási tapasztalat. Aztán egy olyan tapasztalat, hogy egy közösség alakul ki, 3500 ember fog Budapest, illetve Balatonfüled körül úgy tevékenykedni, hogy egy laza szövetű közösség, és ez a laza szövegű közösség úgy áll össze, hogy ha valaki itt hibázik, akkor ezt ki lehet javítani. Tehát a perfekcionizmus és a professzionalizmusra hívtam fel a figyelmet. A nem szándékosan elkövetett hibát egy professzionalista mindig ki tudja javítani. A perfekcionista, aki azt gondolja, hogy ő nem hibázhat, az általában összeromlik az ilyen nagy nyomás alatt. Tehát azt kértem, hogy a közösség úgy működjön, hogy a professzionális fölkészültség, a naprakészség, a hozzávaló fegyelmezettség, kreativitás és a nagy nyomás alatti döntőképesség is legyen jelen.